Köszönjük szépen, Árpád! Hát én azt gondolom, hogy a 23-a nem lehet kérdés. Szerintem nem is volt soha. Én nagyon örültem ezeknek a kemény szavaknak. Hozzám ez közel áll valamiért egy ideje. Utcán edződtünk, ezt láttátok jó néhányan. Még csak annyit el kell, hogy mondjak, hogy még ehhez lehet, nekik is lesz egy-egy szavuk, mert holnap utánra be vagyok rendelve a gyulai rendőrségre az Astoria miatt. Tehát még nem kell, egyelőre nem kell. Itt az a kérdés, hogy majd előtte megpróbálnak-e kivonni a forgalomból, vagy nem. Meglátjuk. Tehát majd beszámolok holnap után este a honlapon, hogy mi volt a gyulai rendőrségen. Én elmondtam ott a fogdába is, hogy nem engem kellene pórázon vezetni meztelenül, levetkőztetve. Férgek. Én úgy gondolom, hogy ott a rendőrök teljesen jól álltak a dologhoz, tisztelettel és alázattal voltak azok, akik ismertek. Lehet, hogy ez is közrejátszott annak, hogy 24 óra után kiengedtek, mert akivel csak érintkeztem, az én úgy érzem, hogy 5 perc után úgy átállítottam az oldalamra, és teljes mértékben azonosult velem. Lehet, hogy nem szerették volna, hogy ott, ha sokáig bent vagyok, sok váltás van, sok rendőr, és lehet, hogy sokan átálltak. Igen, így kell ez. Nyilván holnap éppen nekem is rendőrség ügyem lett volna, de tegnap felhívtam őket, hogy mi lenne, ha gyorsan lerendeznénk, lerendeztük. Így holnap itt tudok lenni. Te mennyit kaptál? Most 280 ezer van a feleségemmel közösen kettőnknek, de nem jogerős. Azt írtam a legutóbb a rendőrségnek a kifogásban, hogy mire ez jogerős lesz 2-3 év. 2-3 év múlva, ha ebben az országban ezekért, amiért kiállunk, még mindig büntetést kell kapni, akkor teljesen mindegy, hogy a rácson belül vagy kívül vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez, ha így állunk hozzá, akkor lesz bátorságunk végigmenni az úton. Mindannyiunknak. Nem olyan nagy gáz bemenni, ki lehet bírni, Árpád is kibírta, mi is kibírtuk. Volt, aki van, akit köztünk, aki már sokszor kibírta ezt a történetet. De ha mindig félünk attól, hogy majd mi lesz a következmény, mindig félünk attól, hogy és akkor ha ez lesz, meg az lesz, akkor hova jutunk? Hát most is félelemben él a fél ország, vagy lehet, hogy az egész. Csak egy olyan félelem a mostani, hogy ez biztos bekövetkezik, ha nem csinálunk semmit. Míg ha kimegyünk az utcára és kőkeményen fellépünk, akkor az nem biztos, hogy bekövetkezik. Tehát adunk magunknak egy pici esélyt, hogy másképp legyen, mint ahogy nekünk rendelték bizonyos körök. Október 23-ig mi edzeni fogunk. Itt fogunk a hidegben edzeni először is, kinn az utcán, hiszen lehet, hogy október 23-án is több napig maradunk, nem tudjuk Árpád terveit, megmondom őszintén, ha előre elmondja, jó, ha nem, akkor is ott leszünk, lesz nálunk hálózsák, meg mindenféle dolgok. Igen, most is van. És addig egyrészt itt fogunk edzeni, másrészt valószínű, hogy más akciókkal is. Nagyon sok embernek tetszett a bankplakátolós akciónk, amire sokan azt mondták, hogy puha pöcs, és ilyet nem kellene csinálni, mert mit érünk el vele, mondták, ők már inkább kirakatot törnének. És én erre azt szoktam mondani, azt, ha csináld. Tehát addig nekem valaki ne mondja azt, hogy az én akcióm túl lágy, amíg ő nem csinál keményebbet. Vagy még ilyet sem. Tehát azt kell látnotok, hogy Zalaegerszegen 3 és 6 fő között járnak bankokat plakátolni. Van, amikor rendőrök előtt, most már nagyon bátrak, van, amikor csak titokban, de folyamatosan mennek és csinálják, újból és újból gondot okoznak a mocskoknak. Debrecenben is megcsinálja egy kis csapat. Megcsinálják most Balassagyarmaton, bejelentették, rendőrök kísérték őket ugyanúgy, mint itt Budapesten, és jöttek velünk a rendőrök. Most a legutóbbi alkalommal felvetettük a rendőröknek, hogyha mi lenne a következőt, úgy csinálnánk meg rendőri kísérettel, hogy kilakatot törünk be. Hát ezen egy kicsit meglepődtek. Na de azért tudnotok kell, hogy 3 héttel ezelőtt, amikor a rendőrségen bejelentettem, hogy rendőri kísérettel bankot fogunk plakátolni, pont ugyanennyire lepődtek meg. Ma meg ott vannak velünk és teszik a dolgukat, vigyáznak ránk, miközben megalázzuk a mocskokat.
Azon kívül, hogy megmutatjuk, hogy mi bizony megcsináljuk, mire is jó ez. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó edzés és egy gyakorlat nekem, neked és annak, aki ebben részt vesz. Ugyanis azért, amikor az első plakátolás volt egy estén, vagy az első flashmobunk volt Kövér László házánál, amikor csak megjelentünk, kiszálltunk, gyorsan elmondtunk pár hazárulót, majd mentünk volna tovább, de már addig ott volt a rendőrség. Szóval olyankor az emberek a torkába dobog a szíve. Akkor egy kicsit nehéz ezt mindjárt egy nagy akciónál kipróbálni. Én mindenkinek csak javasolni tudom, bár semmi kötelező nincs benne, hogy próbálja ki először kicsibe. Jelentse be, ott van tőlem megkapható a bejelentés, mint a nincs az a rendőrség ma Magyarországon, aki erre nemet mondana, hiszen ezt a rendőrség, mivel jó alaposan körbejártuk, alaposan megvizsgálta jogilag, hogy erről mi is a kérdés. Igen, megvárjuk, amíg Anikó elmegy. Nem Anikó, vagy levágatta a haját, vagy ő nem Anikó. Igen. Egy kicsit légy szíves, mert feltételezem, hogy Anikó a másik kapun el szeretne menni, és inkább a szolgálat elviszi az autóját, és ez így sokkal jobb megoldás. Ott most nem vagyunk olyan sokan, könnyebben el tud menni. Nyilván nem ő ellene szól ez az akció, ez a magyar emberekért szól ez az akció. Szóval én azt javaslom, hogy próbáljátok ki egy kicsit, hogy milyen dolog az, valami olyat tenni, amit nem szabad, amivel kinyilvánítod a véleményedet. Az egy nagyon jó érzés. És azt látjuk, hogy rengeteg ember csatlakozik hozzánk az akcióink miatt. Mert látják, hogy kemények vagyunk, látják, hogy nem hagyjuk magunkat. Vannak olyan emberek, akik odajönnek plakátolás közben, kér egy szalagot, kér egy plakátot, hogy ő is szeretne. Mert őt is átverték ezek a mocskok, vagy a gyerekét átverték. És ezzel én azt gondolom, viszonylag sok embert sikerült behoznunk a mozgalomba. Sok embernek sikerült megmutatnunk, hogy van jogod ellenállni, van jogod kimondani, hogy nem hagyod magad tovább forszírozni. Külföldiek is plakátoltak. És még külföldiek is, angol fiatalok is odajöttek, megkérdezték, hogy miért csináljuk, elmondtuk, hogy miért csináljuk, és azt mondták, hogy ezt ők meg kell, hogy tegyék, ez a kirablás, ez nem mehet tovább, és náluk ilyen nincs, nem is értik. Itt a múlt héten egy német-francia újságnak adtunk interjút, ahol elmondtam neki, hogy 35 millió folyósított összeg után 15 be lett fizetve, és most 50 milliót követel a bank, azt mondta, ez nem igaz, ezt most akkor újból kellene, mert nem jó a fordítás. Ott ők ezt nem értik meg, hát ilyen nem létezik. De amikor jó sokan megjelenünk, van valamilyen, ilyen vagy olyan média, én azt gondolom, teljesen mindegy, akkor mindig elültetődik valami az emberek fejébe. Talán ezekkel az akciókkal kerültünk be a legtöbbet a médiába. Nem azért, mert sztár szeretnék lenni, hanem azért, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, hogy állj ki az igazadért, csatlakozz bárkihez, nekem aztán teljesen mindegy, hogy milyen póló lesz azon az emberen, aki kiáll az igazáért. Menjünk, csináljuk meg együtt, aztán mehessünk végre dolgozni. Ahogy Árpi is mondta, fele se akar itt lenni ebbe a házba, nem jó a kilátás, tehát itt vannak ezek a fák. Ha egy hegyre fölmegyek, akkor olyan hegyre szeretek fölmenni, ahonnan legalább jó a kilátás. Mennék dolgozni, fociznék végre a fiammal, a kertem éppen elég gazosan néz ki, mert nem volt rá időm. Éjjel-nappal ezzel töltöttük az időnket az idei évben a feleségemmel, és néha ugye a család, a gyerekek is ott voltak. Ez a fenélek se hiányzik, ez nem a mi dolgunk, ez a politikusok dolga. Lenne. Reméljük, hamarosan olyan politikusok lesznek, akik ezt tudják is, hogy ez a dolguk, és jól fogják csinálni. Egyelőre úgy vagyunk berendezkedve, hogy szükség van politikusokra. Hát akkor legyenek olyanok, akik tényleg a népért teszik, amit tesznek. Éppen ezért nekem semmi problémám nincs azzal, ha valaki politikai pályára készül. Csinálja, ha neki ez jó, de csinálja jól. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki úgy gondolja, hogy mégis maradna attól, hogy Árpi nem marad, szívesen látjuk. Ha valaki újból feljönne, bármikor szívesen látjuk. Ha én nem leszek itt éppen, mert valami dolgom van, akkor lesz itt mindig valaki, akikkel tudtok erről a dolgokról beszélgetni. És én most azt kérdezném meg, mert hogy nálunk ez így szokás, bárki, akinek hozzáfűznie valója van. Bármihez a devizaadós ügyben, a megoldásról nézek itt Balogh Bélára, hogy akar-e szólni, mert őt mostanában mindig rá kell beszélni, István kevésbé kell rá beszélni, de bárki közületek, aki úgy gondolja, hogy ebben a dologban szólna, az legyen olyan kedves, jöjjön majd ide és mehet. Akkor a Béla előbb röviden, és akkor utána majd én itt figyelek a dolgokra.
Üdvözlök mindenkit, aki nem is lenne velük, Béla vagyok a Koppány csoportból. Hát lehet, hogy a kilátás nem éppen jó, nem éppen rózsás, de azt gondolom, hogy itt fölöttem a kamerák, tessék mosolyogni, mert Orbán Viktor utóbb úgyis vissza fogja nézni, és ne látom már itt elkeseredett arcokat. Ugye, mert nem vagyunk elkeseredve, nincs is semmi probléma, minden megy a maga útján, minden rendben van, úgyhogy azért vagyunk itt, mert nincsen semmi probléma. Azt gondolom, hogy egy vízválasztó a kormány részéről az, hogy egyáltalán november 1-ig ultimátumot adott a bankoknak. Én erről, nekem erről teljesen más a véleményem. Egy óriási masszatolás az egész, és nem szabad nekik felülnünk, ugyanis november 1-e a halottak napja, illetve minden szentek napja. Azt gondolja a kormány, hogy már ennek a politikának tovább föl fogunk ülni, tovább el fogjuk tűrni azt, hogy mi bennünket kifosszanak, megaláznak, földbe tipornak? Hát nem. Én nagyon örülök, mert tudom azt, hogy július 4-én kezdődött az, amikor följöttünk ide a kúria döntése után, és itt azért a rendőrökkel megütköztünk, tehát megmutattuk azt, hogy megvan bennünk a kurázsi arra, hogy egyszer, igenis, oda fogunk csapni, mint ahogy Árpi is mondta. Nagyon örülök a Póka Lászlónak, hogy folyamatosan itt demonstrál, és azért láttuk azt, hogy ahogy elmentünk Csányihoz, ahogy nyilatkozott, nem tudom, ki láttam most valamelyik nap megjelent Bájer Zsoltnak a nyilatkozatát, szégyen, amit az ember nyilatkozott a tévébe, úgyhogy elgondolkozok azon, hogy személyesen fogom megkeresni, és rá is kiterjesztjük a tiltakozásokat. Nem tudom, hallottátok ezt, hogy a mai nap Varga István által kezdeményezett kerekasztalra vagyunk hivatalosak, több civil szervezet. Ennek a lényege az lesz, hogy ha már ultimátumot kaptak a bankok, de itt azért hozzátenném első körbe azt, hogy a kormány masszatol, nem mond igazat, mert először augusztus 23-ra lett téve ez az időpont, most meg november 1-ére. De hát, hogyha kimeri mondani, és az ő szavaival élve, hogy ez egy rossz termék, akkor mi a francért nem állítja le a kilakoltatásokat, meg a végrehajtásokat, legalább addig, amíg a bankok nem nyögnek ki valamit. Húzzák az időt, mert nagyon jól tudják, hogy december 1-én meg életbe lép a moratórium. Úgyhogy nagyon kell erre figyelni, és nekünk kell, igenis, oda kell csapni. Nagyon örülök egyébként, a korábbi vitáktól eltérően, hogy Árpi legalább most már kimerte mondani azt, hogy oda kell csapni, és ott leszek mellette, hogyha oda fog csapni. Mert most már ez kell. Igenis, példát kell statuálnunk nekik, mert ezek a csótányok valóban nem hajlandóak tudomásul venni, hogy egy olyan széles társadalmi réteget érint ez az egész problémakör, hogy nem szabadna mind tárgyalgatni, nem kellene beszélni devizáról, semmiről, egyszerűen egy tolvonással meg kellene szüntetni. Így van. Mert ha 5-10 vagy 100 vagy akár 200-300 embert érint, akkor azt mondjuk, azt lehet mondani, hogy hát ez egy olyan probléma, ami egy különböző tárgyalásokat igényel, de hát itt több millió emberről van szó. Kérem, több millió ember vesztette el a családját, az otthonát, az egzisztenciáját, nem beszélve arról, hogy nagyon sokan belehaltak. Úgyhogy tervezzük azt, hogyha már ilyen időpontra, tehát november 1-ére tették, amikor halottak napja van, és semmilyen döntés nem várható sem a kormánytól, sem a bankoktól, akkor lehet, hogy meg fogjuk ismételni a gyászmenetet újra, és emlékeztetni fogjuk őket, hogy 3000 ember halt bele. Visszatérve a mai napra, fél ötkor lesz egy kerekasztal megbeszélés, amit Varga István hívott össze a különböző szervezetek képviselői részére. Ennek a lényege a következő, hogy igenis, mi is ultimátumot fogunk adni a bankoknak, hogy függesszék föl a végrehajtásokat és kilakoltatásokat 8 napon belül, ellenkező esetben a demonstrációk, a tiltakozások még intenzívebben fognak folyni. Amennyiben ezt megteszik, akkor a demonstrációk le fognak állni. Ennyit szerettem volna elmondani. Én azt gondolom, hogy igazán nem lesz ennek foganatja, és továbbra is csak az utcán fogjuk megvalósítani azt, amit mindenképpen ott fognak eldőlni.
Tehát ez megkerülhetetlen. Lehet itt békés megmozdulásokról beszélni, de látjuk azt, hogy pont ennek körül a kormány, pont erre vár, mert amíg beszélgetni akarunk velük, kivel akarunk beszélni? Melyik kormánytaggal, melyik a miniszterelnökkel? Mikor nincs meg bennük a készség? A bankokban, mikor nincs meg bennük a készség? Hát nem akarnak velünk tárgyalni, hanem húzni akarják az időt a választásokig. Nem hagyjuk. Úgyhogy oda kell csapni kőkeményen, és meg kell mutatni, példát kell statuálni, ha nem más nem, akkor el kell tölni valamelyik bankárnak a kezét, hogy egyszerűen elgondolkozzanak azon, hogy itt most már meg kell állni. Köszönöm.